Sziasztok! Ez a Kis Barátok csatorna, ez pedig a Cold Steel AD10. Az AD10-es hasonlóan a Cold Steel SR1-hez egy ilyen igazi, nagyméretű, talán ez már nem annyira bestiális, de azért méreteit tekintve nem egy kis zsebkés, viszont abszolút egy ilyen munkakésnek tudnám elképzelni. Egyrészt a formája miatt is, a kialakítás miatt is, robosztus, erős, de mégis úgy van megoldva, hogy borotva élesre felhető. Tehát tényleg egy nagyon jól eltalált kiskésről van szó. Kiskésről, igen. Méretei tekintve a markolat nagyjából egy ilyen 130 mm körül van. A penge az 101 mm, vastagságát tekintve pedig 3,8 mm, tehát igazából hát ez a középméret fölötti zsebkés, tehát azért van ennél kisebb és nagyobb is. Ugye a zárszerkezet az a szokásos triadlock, betonbiztos, soha nem fog a kezedre csukódni, az tuti. A zsebklip az két irányban felszerelhető, ugye jobb, illetve bal oldalon hegyfent állásban. Ugye a távtartó az G10, zsinórfurattal. A penge az tökéletesen középre zár. A minőségre abszolút nem lehet panasz. Egy ilyen 3D varással készült, csiszolt G10 anyagból készült a markolat, illetve ezt még erősítendő alumínium panelek vannak a G10 lemezek alatt, vagy G10 panelek alatt. Itt is ellátták egy furattal a markolatot. Igazából ez talán arra szolgál, hogy egy nyitott állapotban át lehet dugni ott egy fém tüskét, és akkor kvázi ilyen fix pengés késő alakul, de igazából én azt gondolom, hogy a triadlock mellé gyakorlatilag felesleges. Dizájnelemként jó, meg talán van valami funkciója is, de én azt gondolom, hogy egy átlag felhasználónak erre abszolút nincsen szüksége. És hát ugye a penge az gyönyörű, klasszikus drop point kialakítás, holkeres leélezés. Itt végigfut egy ilyen, hát hamis fokjának nem nevezném, de egy ilyen kis vékonyítás, ami egyébként dizájnban abszolút jót tesz a pengének és az összhatásnak. Szemből nézve egy ilyen kis lándzsa hegyszerű kialakítás van, ami ugye a behatolást segíti. Itt fönt rácsúszásgátló, ami ugye folytatódik a pengehát tetején is. Tehát, hogy abszolút jól rá lehet támasztani, nem csúszik az ember keze, tényleg biztos fogást nyújt. Ugye a markolat előhátul ki van szélesítve, itt még új vájat is van, tehát igazából nagyon jól beleül az ember keze, és hát azért nekem nincs kis kezem, de bőségesen kényelmes. És ugye, amit mondtam, a holkeres leélezésnek köszönhetően gyönyörűen el van vékonyítva az elfelé a penge, tehát tényleg szép élszalag húzható rá, és borotva élesre lehet élezni. A penge anyaga az ebben a kategóriában a Cold Steel-től már megszokott S35 V-en, ugye az XHP acél cserélték erre. Hogy jó választás volt, azt igazából mindenki eldönti maga. Szerintem az S35 V-n egy abszolút jó acél. Igazából a top 5-be vagy a top 10-be abszolút benne van. Egy átlag felhasználónak még ez is sok, én azt gondolom. De egyébként meg igazából egy kicsit könnyebben kezelhető az XHP-nél. Gyönyörű szálcsiszolt felület, ilyen szaténfénnyel. Két irányú, itt függőleges, itt vízszintes. És ugye a letörésnél pedig megint
függőleges. Mind minőségben, kinézetben tényleg azt sugározza, hogy a Cold Steel azért lépett egyet előre, vagy akár kettőt, hármat is. És ha volt is hullámvölgy a gyártások során, akkor ezt most abszolút kiküszöbölték az új modellekkel. A Triadlock könnyebben kezelhető, mint régen. A penge könnyen nyílik, és tényleg gyönyörűen csukódik. Pöccintésre is könnyen nyílik, úgyhogy nem olyan, mint a régebbi Triadlockok, hogy gyakorlatilag egy fél testtel rá kellett támaszkodni, hogy működjön. Itt az ember a megfelelő helyre teszi az ujját, megnyomja, és a penge gyakorlatilag magától becsukódik. A középrezárás, amint említettem, az megvan. Úgyhogy egy könnyen kezelhető, jó működő, megbízható zsebkés, gyakorlatilag bármilyen feladat elvégzésére. Ez volt a Cold Steel AD10. Sziasztok!